Sehát nevelés. Mióta foglalkozik már vele? Én mióta? Aha. A szüleim is ezzel foglalkoztam. Jesszus Mária. Őstelmű. Tényleg? Tehát nagyon 45 év. Az igen. De úgy látom, olcsóban adja munkát. Szebbnél szebb fenyőit mutatja a vásárlóknak ez a kisfaludi őstermelő. Kreták Imrének a szülei is tűlevelőeket neveltek a kertben, ő pedig folytatta a hagyományt. A gazda már évtizedek óta jár Győrbe fenyőt árulni adventkor. Azt mondja, a kisfaludi fák mindig népszerűek a piacon. Normand, az 6000 forint, a melyik szép, hát amelyik ritkás, a olcsóban is adom. És van ezüst, az meg 3000 forint métere, és az is megállapodás szerint, mert nyilván egy kicsit ághiányosabb, olcsóbb. Tehát az igényekkel megfelelően. Lutz ezüst és Nordman fenyő is van a kínálatban, az árak pedig nem változtak tavalyhoz képest. A Lutz a legolcsóbb fajta, mégis a Nordman fenyőt viszik a legtöbben. Az egyedülállók a kisebb, a családosok a nagyobb fenyőket szeretik, karácsonyfára pedig szívesen költenek. Miért keresnek? Kisebbet, nagyobbat, formásabbat, egyenesebbet? Minden fajtát. Általában a kis gyermekek, ahol vannak, ott nagy fát. Hát az idősebbek, van amelyik a nyugdíjhoz veszi a fákat, mert az már nagyon nem vesz. Tehát én jobban szeretném, minél több kisgyermek lenne, áldás lenne. Győrben a Győrszól piac terein összesen 25 kereskedő várja a vásárlókat bőséges fenyőkínálattal. Főleg Zala, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megyei árusoknál lehet válogatni egészen december 24-éig.